Szevasztok, kölkeim! Ez itt a Marketplace Idióták negyedik része! Ó, várjatok egy pillanat! Haló? Igen, meg vagyok elégedve. Igen, először nem tudtam, hogy hogy működik, olyan fura volt ez a izé, de végül is tök jó ez a telefon. Igen, működik, nagyon jó. Igen, nem is gondoltam, hogy ezen a Marketplace-en mennyi kincset lehet találni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a csodálatos terméket, további szép napot kívánok, viszont hallásra. Na, akkor folytassuk is, készüljetek fel, inkább ne készüljetek fel, erre nem lehet felkészülni. Nézzük, hogy miket hoztam nektek mára. Szempilla, 4000 forint. A képet elnézve olyan, mint egy seprű, de ez nem is baj, ez teljesen megéri, mert pár egyszerű pislogással olyan hiper-szuper sebességgel bepislogod a koszt a szemetesbe, hogy valami beszorás. Volt egy olyan gondolatom is, hogy csináltatni kéne műkörvet, de amint megláttam ezt a hirdetést, egyből elment tőle a kedvem. Úgy nem is értem, úgy valamiért így elmúlt ez a lelkesedés. Ingyenes cipő. Arra gondoltam, hogy ezt a cipőt ingyen fogom árulni. Na, álljon már meg a menet. Most nem mindegy, hogy ingyen adok valamit, vagy árulok. Tehát már itt a fogalmakkal legyünk már tisztában. Szakadt, ütött, kopott, használt. Tényleg? Van, akinek szüksége van erre, vagy meg tudja javítani, írj bátran, ha megnéznéd. Hát igen, az kell elég nagy bátorság, hogy ezt megnézzem, meg lehet, hogy van benne egy kis szag is, ahogy elnézem. Akinek a legnagyobb szüksége lenne erre a cipőre, hát az sajnos szerintem a szemetes kuka. A következő hirdetés az nekem így elég gyanús. 3 darab női téli kabát, így be van zsákolva, és akkor ez az egy kép van. Ez nem úgy néz ki, mintha valaki így ráküld egy ilyen bosszút az exére, hogy na jó van, ez itt hagyta ez a ribanca kabátjait, aztán bezsákolva egy ilyen kukás zsákba, akkor fölteszem, azt na, vigyék, mert így gyeres, hogy vigyék, tök mindegy, csak vigyék innen le. Lakás ürítés miatt elvihető ingyen 2 megviselt fotel. Hát ez igen, ezek nagyon megviseltek, tehát ez egy micsoda ilyen lomtalanítás feeling. Értem én, hogy legyünk kedvesek, és tényleg adjuk oda azokat a dolgokat, amire nincs szükségünk, adjuk oda olyannak, aki rászorul, de könyörgöm, amikor már tényleg ezt már a szemetet vigyék el, tehát ilyet már minek tesz föl az ember? Hát ez már, ezen már semmi se segít szerintem. A következő hirdetés az nagyon konkrét, dekoráló cucc. És ez a kép is ilyen érdekes, mert ha jól látom, egy retkes vászon zsáknak az alján csücsül ez a szerencsétlen dekoráló cucc. Cserébe száraz kenyeret elfogadok. Na mindegy. Nem értem. Sziasztok, tortákat készít az asszonyom. Akit érdekel, érdeklődjön privátban. Ahogy elnézem, elég absztrakt torták. Szerintem biztos annyira finomak, mint amennyire jól néznek ki. Vagy ki tudja. Következő képet küldte kedves nézőm, és erre így ránézek, azt nem hiszem el, hogy ennyire hülye emberek léteznek tényleg, tehát ezzel látszik, hogy szivatás, nem baj, berakom ide. Hello, eladóba vált sült krumplim, amit már nem bírtam megenni, grátis kolbász, helyileg mezőköves, megtekinthető piactér WC. Hát gyönyörű, tényleg. De legalább a poént az díjazzuk. Következő hirdetésünk, egy eladó Huawei. Hát így a képet elnézve, így elég érdekes, tehát itt ezt nem is kell szerintem kommentálnom, mert a kép az magáért beszél. És így a videó végéhez közeledvén szépen dőljünk hátra, és egy kis lájtos, kellemes lift zenére nézegessünk meg pár képet eladó retkes tűzhelyekről, hát ha megjön hozzá az ember kedve, közben itt én elrágok egy almát, jó, itt várjál. Nagyon, nagyon dekoratívak ezek a tűzhelyek. Úgy azt érzem, hogy úgy megfőznék rajta egy jó babuslecsót.
tényleg, gyerekek, nincs is szebb dolog annál, mint egy nagyon használt rozsdás, retkes tűzhely a konyhának a leggyönyörűbb díszeként. Tényleg. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, gyerekek. Aki szeretne, küldjön nekem továbbra is screenshotokat. Várom a szaszokiba@gmail.com e-mail címre. Akinek tetszett a videó, az lájkoljon, vagy iratkozzon fel. Akinek meg nem, az ne. További szép napot kívánok mindenkinek. Puszika!